A Maldív-szigetekre utazó, ha úgy akarja, akár 2 hétig pihenhet a finom homokos parton, és csak a személyzettel találkozik. Ha viszont erősebb a kíváncsisága, és szeretne többet megtudni a helybeliekről, a kultúrájukról, akkor érdemes a fővárosba, Malibba elmenni. Szegedi Andrea, Maldív-szigetek turizmusáért felelős regionális igazgató, sorozatunknak ebben a részében számos új információval ellátja az utazót. Ezekről talán nem is tudnánk egyébként. Például azt, hogy milyen helyi ételeket kell megkóstolnunk, milyen filmek játszódtak itt, vagy hogy mit írtak ők, és mit írtak róluk. Van saját nyelvük. Ez a divehi. Ez tulajdonképpen a Sri Lankán hivatalos szingaléz nyelvnek egy változata. Nem teljesen ugyanaz, ez egy maldív nyelv. Sok benne az arab, a maláj, és vannak benne természetesen angol jövevényszavak is. Ugye nem beszélik nagyon-nagyon sokan. Részben nyilván azok beszélik, akik ott laknak a Maldív-szigeteken, ez amit említettem, hogy kb. 550 ezer fő most. Néhányan beszélik, akik elvándoroltak onnan Szaúd-Arábia, Malajzia, Madagaszkár ezen a részen, de ezek elvétve. Tehát nyilván ez nem lett egy világnyelv. Van mégis egyetlen egy szavunk, ami ebből származik, és mi is ismerjük, ez pedig az atoll szó, ugye ez a korallzátonyok, ugye itt 26 nagy atoll van, nagy korallzátony, és hát úgy került be az angol nyelvbe, és onnan minden más nyelvbe ez a Maldív szó, hogy atoll, hogy Darwin írt egy tanulmányt arról, hogy ezek a korallzátonyok, korallszigetek hogyan keletkezhetnek. Valamikor itt vulkánok működtek, az óceán alatt vulkánok működtek, és ezek alakítottak ki olyan részeket, ki zátonyokat, ahol aztán ezek a korallok megtelepedtek, és így alakultak ki ezek az atollok. És amikor előről írt Darwin egy tanulmányt, akkor vette át ezt a szót a Maldív nyelvből, hogy atoll, és került át gyakorlatilag minden nyelvben. Tehát ezt mi is így használjuk. Ugye ez egy érdekes dolog. Talán még annyit, hogy az írásmódjuk is érdekes, olyan, mint az arab, tehát ők jobbról balra írnak, nagyon szép egyébként, és az arab íráshoz hasonlít, és nagyon szépen 45 fokos szögben megdöntve írnak, úgyhogy ez nagyon jól néz ki. Nekem inkább egy kicsit olyan, mint egy ilyen szép horgolás minta, tehát tényleg nagyon-nagyon szépen néz ki. Az első írásos emlékeik egyébként nagyon érdekes módon vékony kis rézlemezeken maradtak fent, amiket úgy fűztek össze, hogyha így kinyitotta valaki, akkor olyan lett, mint egy szép legyező, és akkor ezekről olvasták el. Most irodalmi emlékeket például az ő esetükben nagyon nehéz felsorolni. Pedig kíváncsi voltam rá, hogy vannak íróik egyébként, de hát a saját nyelvükön írnak, és nagyon erős benne az iszlám vallásnak a hatása. Tehát nem nagyon jellemző. Amit róluk írnak, tehát a Maldív-szigetekről, ez alapvetően vagy útikönyvek, vagy szerelmes regények, amik ott játszódnak, véletlenül nem is tudom, hogy pont miért. Miért? Krimik, érdekes módon krimi és horror, amit úgy nehéz elképzelni, de így van. Amit még így érdekes lehet, hogy filmhelyszíneknek nagyon-nagyon jó. Először is, hogyha valaki hollywoodi sztárokkal szeretne találkozni, akkor elég elutazni a Maldív-szigetekre. Én megpróbáltam utána nézni, hogy mely hollywoodi sztárok nyaralnak a Maldív-szigeteken. Hát őszinte legyek, akármennyit fel tudok sorolni, nagyon-nagyon-nagyon szeretik. A filmek közül egyébként nem, alapvetően nem hollywoodi, hanem bollywoodi filmeket forgatnak ott. Mm-hmm. Ezek pedig az indiai filmek. Mm-hmm. Ugye nagyon-nagyon közel van, ideális helyszín a filmforgatáshoz, de vannak olyan filmek, ami, vagy legalább egy biztos, hogy van olyan, amit nagyon sokan láttak, és nem biztos, hogy összekötik a Maldív-szigetekkel a helyszínt. Ez a Star Wars-nak a 2016-ban bemutatott része, az a Zsivány 1-es. Egyébként itt filmesítették meg a Kon-Tikit is, ugye ez a norvég utazó Thor Heyerdahl-nak az utazásáról szóló film, ugye ő 8000 kilométert, hát nem hajózott, mert utajozott végig az óceánban, és a film ezt örökítette meg. Ami még érdekes film lehet, 1989-ben forgattak itt egy filmet, nem lett világsiker egyébként, megmondom őszintén,
én is csak így, hogy utána néztem, innen ugrott be, hogy igen, ennek a helyszíne ez volt. Szellemképtelenség a film címe. Bo Derek és Anthony Quinn játszik benne. Hát azért lássuk be, hogy a helyszín, Bo Derek, a férfiak szemében Bo Derek, a nők szemében Anthony Quinn elvitte a sztorit. Igen. Tehát ennyi, nem kapott Oscar-díjat, és a forgatókönyvíró sem kapott Oscar-díjat, de nagyon szép helyen játszódik a film. Talán még a nyelvükről annyit, hogy azt minden utazó leírta, hogy nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon jó szándékúak a Maldívok, a szigetlakók, és hogy annyira kedvesek és jó szándékúak, hogy nagyon sokáig a Maldív nyelven nem volt olyan szó, hogy köszönöm. És azért nem volt, mert hogy nekik bármilyen segítség, vagy bármilyen kedvesség, az természetes volt. Nem kell megköszönni. Most már van. Úgyhogy ezek így érdekes dolgok, ételekről kérdezett még. Nyilván rengeteg hal, főleg tonhal, bármilyen formában reggelire, ebédre és vacsorára. A kókuszdió bármilyen formában feldolgozva, és hát alapvetően ugye az ázsiai is, és az indiai konyhának a hatása nagyon erősen érződik. A fűszerezésben a körrik használata, tehát hogyha valaki szereti az indiai konyhát, akkor ezt szeretni fogja a Maldív konyhát is. Ha valaki nem, az most nehogy visszaforduljon és megijedjen, mert hogy mindenütt vannak olyan gasztronómiai estek, amikor egy-egy országét mutatják be, legyen az mondjuk egy olasz konyha, egy brit konyha, bármi, tehát azért nyilván próbálnak kedveskedni az odaérkező turistáknak is. A Maldív-szigetekről számos további érdekes információt elárul vendégünk sorozatunk következő részében, sőt az is kiderül, hogy a Maldív-szigetekről szóló sorozatunk további részeiben minden információs megtudhat az utazó, amire indulás előtt szüksége lehet.